Jogerős döntés született annak a büntetlen előilletű kecskeméti buszsofőrnek az ügyében, aki 2018. február 7-én este 6:30 az általa vezetett helyi járatú autóbusszal a Piaristák téri gyalogos átkelőhelyen elgázolt egy szabályosan közlekedő nőt, aki a helyszínen életét vesztette. A sofőrt halálos közúti baleset okozásának vétsége miatt 2 év fogházbüntetésre ítélte, és 2 év 6 hónapra eltiltotta a közúti járművezetéstől a szolnoki járásbíróság. Az ügyész súlyosbításért, a vádlott enyhítésért, míg a vádlott védője elsődlegesen felmentésért, másodszorban enyhítésért fellebbezett. Így az ügy másodfokon a szolnoki törvényszéken folytatódott, ahol jogerősen lezárult. A szolnoki törvényszék 2020. július 10-én meghozott döntésében az elsőfokú bíróság törvényes és megalapozott ítéletét helyben hagyta.